Ez az átemelő fogadja majd be az Öreghegyről érkező szennyvizet és továbbítja a városi rendszerbe, 7 méteres mélységbe helyezik el, ezt követően telepítik bele a műszereket. Egy jelentős állomása az Öreghegyi csatornázásnak, hogy ma elkezdődött az Öreghegyi átemelőnek a süllyesztése. Itt kerül fogadásra az Öreghegy csatornázott részeinek, a szennyvizeinek a befogadása, valamint Csala és Pátka felől érkező szennyvizeknek ez az átemelője. Székesfehérváron jelenleg Öreghegy, Rácegy és Feketehegy számít csatornázatlan területnek, a mostani munkálatokkal jövő év októberére végeznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy Székesfehérvár és körzete teljes egészében csatornázottá válik. A bekötések időpontjáról a lakosság értesítést fog kapni. Ezután a Fehérvíz ZRT ad tájékoztatást arról, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a csatlakozáshoz. Az ő útmutatásaiknak, előírásaiknak megfelelően kell elkészíteniük az ingatlanon belül a belső vezetéket, vagyis a házat összekötni a bekötési csonkkal. Mi a bekötési csonkot az ingatlan határán belül 1 méterig építjük ki. A tervek szerint már az idei évben elkezdődnek a rácsatlakozások, melynek költségeit a lakók fizetik.